márciustól igényelhető a 10 milliós kamatmentes hitel. A kormány ezzel a bajba jutott kis és középvállalkozásokat szeretné támogatni. A megkérdezett vállalkozók szerint azonban későjön a segítség, és a jelenlegi bizonytalanság miatt sokan nem merik majd bevállalni a kölcsönt. Lassan egy hónapja, hogy a kormány bejelentette, 10 millió forintos kamatmentes hitellel támogatná a bajba jutott vállalkozókat. A program első szakasza márciusban indul, amely során a turisztika, a vendéglátás, a kultúra és a sport területén működő vállalkozások igényelhetik a kölcsönt. Az igénylő vállalkozásoknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük. A hitel összege minimum 1, maximum 10 millió forint lehet, és nem haladhatja meg a vállalkozás 2019. évi árbevételét. Önerő nem szükséges hozzá. A kamatmentes hitel bér, járulék, rezsi, működési költség, valamint készlet finanszírozására egyaránt felhasználható. A futamidő maximum tíz év lehet. Ebből az első három évben nem kell törleszteni a hitelt. Egy vállalkozás pedig csak egyszer igényelheti. A megkérdezett vállalkozók szerint későn jön a segítség. A bizonytalanság miatt ugyanis mára már sokan a túlélésért küzdenek, így nem mernek kölcsönt felvenni, még kamatmentesen sem. Baranyi László egy ékszer volt és egy játszóház tulajdonosa. Utóbbi a szabályozások miatt november óta zárva tart, jelenleg már a tartalékaikat élik fel. A tulajdonos is egy azon vállalkozók közül, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak a támogatásra mivel hogy folyamatosan fejlesztjük játszóházunkat, 2015-ben nyitottunk, és a gyerekek érdekébe örökké bővítünk, nem volt nyereséges a 2019-es évünk, viszont szép bevételt értünk el, és rengeteg fejlesztést érte a játszóház, ez ebbe a pillanatban kizár bennünket a hitel felvételéből. A csak nem 100 milliárdos hitelprogram részletei még kidolgozás alatt vannak. A tervek szerint a keretösszegből megyénkben több tízezer vállalkozás részesülhetne. A támogatás a Magyar Fejlesztési Bank, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára valósul meg. A kamara azt javasolja, hogy mindenki azért mérje fel a saját vállalkozásának a pozícióját, hisz ez a pénz azért kölcsön, tehát vissza kell majd fizetni, de remélem, hogy ez nagyon sok cég számára segítséget nyújt, és azt is kezdeményezni fogjuk, hogy újabb 100 milliárdos csomag álljon rendelkezésre. Az érdeklődők egészen november 30-áig pályázhatnak országszerte a kijelölt bankoknál. A részletekről bővebben a Magyar Fejlesztési Bank honlapján olvashatnak.